Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is óriási érdeklődés kísérte a Solanum Kft. Burgonya bemutatóját. A gazdálkodók nem csupán az új fajtákról tudhattak meg többet Berzencén, hanem tapasztalatot cserélhettek az idei szezon kihívásairól és a növényvédelmi feladatokról egyaránt. Ebben az évben egy kicsit későbben sikerült elültetnetek a burgonyát. Ez mennyiben változtatta meg a technológiát? A vetőgumónál talán még szerencsés is tud lenni ez a helyzet, mivel a vírusvektorok rajzását azt ki tudjuk kerülni, így a minőség az biztosan garantáltan jó lesz. A változás talán az okozta, hogy kicsit nehéz volt a szekunder bakhátokat elkészíteni, de végül aztán minden beletöltve így ragyog a krumpli. Hogyha növényvédelmi szempontból nézzük az idei évet a burgonya tekintetében, akkor mit tudsz elmondani? Mennyire volt nehéz dolgod? Nehéz év volt, épp amikor a sorok záródtak, a fitoftóra rögtön felütötte a fejét, ezért 8 naponta kellett védekeznünk, de hál' Istennek most már olyan stádiumban vannak a burgonyák, elértük a kívánatos méretet, hogy hamarosan megkezdődhet a deszikálás, és utána egy 3-4 hét múlva betakarítás. Burgonya bogárral volt-e probléma? Volt probléma, de a legelején sikerült megfékezni, hál' Istennek abban még elég jó szereket lehet elérni. Nagyon sok fajtát bemutatnak itt a kereskedőházak. Neked most van-e valamilyen kedvenced, amit itt előállítottatok? Jelen állásban a kolomba, ami egy új fajta nálunk, a házépici szaporításában egy nagyon ígéretes korai sárga fajta, ami jól tűri gyakorlatilag a betegségeket is, és korán nagy gumót képes nevelni. Mit szólnak hozzá a vevők? Úgy látom, hogy tetszik nekik, és fogják keresni. Csizmadi Imre minden évben részt vesz a berzencei bemutatón. A legnagyobb mennyiségben Red Scarlet burgonyát termeszt, de minden szezonban szívesen választ az újdonságok közül olyan fajtát, amit egy kis területen próbára tehet. Milyen fajtákat szaporítasz, illetve termelsz még odahaza? Mi most már nagyon leegyszerűsítettük a termékportfóliót, sárgából egyetlen fajtánk van, a kolomba, nagyon megbízható, nagyhozamú jó krumpli, a pirosból pedig folyamatosan a Red Scarlettel kezdünk, utána a labellával, a kamellel és az eszmével folytatjuk a sort. Hogyha az idei évet nézzük, akkor milyen piaca van a burgonyának, mit tudsz mondani? Én úgy gondolom, hogy most elég megbízható, jó piaca van, nem torlódott föl a mennyiség, köszönhető ez az időjárásnak is, kicsit szakaszosabbak lettek a vetések, és van rá kereslet, talán ez az első év, amikor olyan kellemes érzése van egy burgonya termelőnek. Hova tudod eladni a burgonyát? Vannak fix piacaid? Mi 90%-ban áruházláncoknak, a magyar áruházláncoknak értékesítünk. Egyfajta bemutatón vagyunk, egy termelő. Az lát-e itt az újdonságok között olyan fajtát, amit szívesen elvetne a jövő tavasszal a földjén? A mögöttem látható Boston elég meggyőző volt. Ilyen rövid idő alatt rendkívül jó méretet, és az mellé megbízható kötésszámot is csinált. Úgy gondolom, hogy jövőre azt egy kisebb arcán ki fogjuk próbálni. Murai György, az Agrico Kft. Ügyvezető igazgatója minden évben bemutatja a kínálatuk legjavát Berzencén. Véleménye szerint több szempontból is nehéz szezon előtt állnak a burgonya termesztők. Termőterület Hollandiában 7%-kal csökkent a szaporító terület, Franciaországban 10%-kal, de az összes domináns európai országban azt figyelhető meg, hogy a szaporító területek csökkennek. Ez az egyik mennyiségcsökkentő tényező. A másik azzal függ össze, hogy ültetéskor kedvezőtlen időjárás volt tapasztalható, hideg volt, esős, tehát ez késleltette a burgonya ültetést. Már eleve handicappel indultak az állományok, a táblák. Ez szintén ahhoz fog vezetni, hogy a mennyiség csökkenni fog. Minőség szempontjából szintén az időjárásra foghatóan problémák lesznek, mert a csapadékos tavasz után jött egy meleg időszak, ami a gombabetegségeknek nagyon kedvez. Ez minőségi problémákat fog okozni már most láthatóan, több területet már úgy néz ki, hogy ki is kell zárni. Tehát összességében a vetőburgonya mennyiség lényegesen csökkenni fog. Ezt szerintem, aki komolyan foglalkozik burgonyával és tényleg biztosítani szeretné az alapanyagot, időben kell gondolkoznia, és vagy előszerződéssel, vagy legalább egy tájékoztatással lekötni, hogy
biztos legyen abban, hogy meg is fogja kapni. Ide Bezencére mindig te hozod a legtöbb fajtát. Most is így van, ez úgy látom, itt a kis táblácskákról. Cégünk egyik legnagyobb erőssége a fajta szám. Tehát nagyon sok fajtával rendelkezünk, így különböző célra tudunk fajtákat ajánlani. Ugye egy fajta váltás idejét éljük, ami tulajdonképpen egy folyamat, csak most több fajta is elveszítette a védettségét, ami ugye 25 év, és itt szerettünk volna felsorakoztatni olyan kínálatot, ami a most kifutóban lévők helyére léphet, és az a régi státuszát, ezt a védettséget át tudja venni. Nem csak az agrikó fajtáit láthatjuk itt, hanem ha így mondhatom, akkor befogadtál egy másik céget is ide magad mellé. Miről van szó, Gyuri? Az anyacég kötött egy együttműködési megalapodást a TPC-vel. Az agrikóhoz képest egy kisebb cégről van szó, viszont nagyon sok olyan fajtájuk van, ami a hazai piacon esetleg szerepet kaphat. Ők a tengeren túlon segítik az agrikó fajtákat népszerűsíteni, mi pedig az európai piacon vettük át ezt a szerepet. Úgy néz ki, hogy sikerrel. A legújabb szüleménye ennek az együttműködésnek a Boston, amit most itt kiállítottunk, és nagyon ígéretes fajtának tűnik.